Hát igen, sajnos az első félidőt odaadtuk az ellenfélnek, nagyon enerváltan rosszul futballoztunk. Tehát ezt nem folytathattuk a második félidőben, hála Isten nem is így történt, egyenlítettünk, voltak lehetőségeink. Megkockáztatom, hogy meg is kellett volna ezt a mérkőzést nyerni, de hát sajnos nem nyertük meg. De a második félidőre lehet építeni. Két pontunk van, ez a két meccsből elég kevés, de a Debrecen és a Videóton ellen egy kicsit ezt meg tudjuk magyarázni. Nem úgy kezdtük a második félidőt, ahogy kellett volna. A szabadrugás után betalált a Paks, utána pedig nem tudtuk a legjobbunkat nyújtani. Az első félidő tetszett. Nagy helyzeteket dolgoztunk ki, szép gólt szereztünk, de utána sajnos megtorpantunk. Még nem vagyunk azon a szinten, hogy a csütörtöki Európa Liga meccs után vasárnap is ugyanúgy teljesítsünk, de dolgozunk rajta. Még fejlődnünk kell. But at the moment we're not there and we have to improve.